Kedves barátaim, tisztelt hölgyeim és uraim! Új év, új kihívások, új harcok várnak ránk. Még egyszer mondom, várnak. Harc a bankok, az IMF, a karvajtőke és minden más ellen, amit a magyar nép nem szeretek. Össze kell tartanunk. A mai naptól fogjuk meg egymás kezét, mindegy, ki van mellettünk. Mert aki mellettünk van, az nincs ellenünk, és aki nincs ellenünk, az mellettünk van. Aki pedig nincs mellettünk, az vagy mögöttünk ül, vagy előttünk, vagy nem ért rá eljönni. De aki nincs ellenünk, az vagy mellettünk van, vagy sem mellettünk, sem ellenünk. Vagy csak úgy hébe-hóba. Kedves barátaim, tisztelt hölgyeim és uraim! Tekintsünk vissza, még egyszer mondom, tekintsünk vissza, az elmúlt évre, és láthatjuk, hogy a Fidesz kormánya, a családok, a rezsicsökkentés és a trafikok kormánya. Az elmúlt 3,5 évben csökkentettük a trafikok és a futballstadionok magánnyugdíj rezsijét, amelyben segítségünkre volt egy unortodox, azerbajdzsáni vak komondor is. Kedves barátaim, rá kell jönnünk, Magyarország jó úton halad, még egyszer mondom, halad, ha Viagrával is, de jobban teljesítünk. Kedves barátaim, tisztelt hölgyeim és uraim, tegyünk egy lépést a jövő felé. Keressük meg a kulcsot a holnap lakatjához. Lehet, hogy a tegnap lakatjában van a holnap lakatjának a kulcsa, ezért lépjünk oda még egyszer utoljára a tegnapi lakathoz, és vegyük ki belőle a kulcsot, hogy áttehessük a holnapi lakatba. De ha nem jó a kulcs, lehet, hogy a jelen lakatjában kell keresnünk a holnap lakatjának a kulcsát. Köszönöm. Dobjunk el minden kulcsot, és a tegnapi lakatról vegyük kezünkbe a holnap lakatjának a kulcsát, hogy aztán holnap után is ki tudjunk nyitni egy lakatot, mint ahogy tegnap előtt. Kedves barátaim, tisztelt hölgyeim és uraim! Van egy álmom, amelyben kék az ég és zöld a fű, ahol minden ember abba az irányba néz, amerre beszél, és abba az irányba beszél, amerre néz. Egy álom, amelyben mindenki, még egyszer mondom mindenki, álmodik. Álmodjunk nagyot. Kérjük meg Pataki Attilát, álmodjon egy világot magának, és álljunk mi is ott a kapui előtt. Merjünk hinni egy jobb világban. A Fidesz kormány ezért széles körű támogatással, még egyszer mondom, széles körű támogatással, létrehozza a Nemzeti UFO Észlelő Központot, ahol olyan csészealjakat láthatnak a magyar emberek, amilyet akarok. Magyar égre, magyar UFO-t. Ezt nem mondom még egyszer. Még egyszer mondom, nem mondom még egyszer. Magyarországon otthon vagyunk. Az otthon itthon van. Igaz, most nem vagyunk otthon, mert idejöttünk, de itt is otthon vagyunk, s majd ha hazamegyünk, szintén elmondhatjuk, hogy itthon vagyunk, mert otthon leszünk. Az az ember, akinek nincs otthona, az nincs itthon, mert nincs otthon. Vannak olyanok, akiknek otthonuk ugyan van, de nem érzik magukat itthon, ezért elmennek otthonról. Van, akinél elmennek otthonról, de ő is itthon van az otthonában. Tegyük félre a tréfát, mert fontos az itthon, és fontos az otthon. Aki nem akar gyereket, attól kérdezzük meg, hogy nincsenek otthon. És itt, kedves barátaim, tisztelt hölgyeim és uraim, elérkeztünk, még egyszer mondom, elérkeztünk, a történelem üzenetéhez. Történelmünknek egy üzenete van. Üzenetek meghallgatása egyes gomb. Üssük be... Üssük be PIN kódunkat, és nyomjuk meg a kettős keresztet. De ha valaki a csillaggombot akarja megnyomni, az maradjon otthon.
Angol nyelvi menü 7-es gomb. To switch to English press 7. Aki pedig úgy döntött, hogy ránk szavaz, az várjon a kezelő jelentkezésére, aki majd kikezeli. Köszönöm, hogy meghallgattak. Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarok!